Sziasztok srácok, Zomba, üdvözlök mindenkit! Ma egy csodálatos Control Mage-el fogunk játszani, de mielőtt itt nagyon belevetnénk magunkat, egy fontos felhívás. A másik csatornámra, amit majd itt fönt a kártyák között linkelek, kikerült ma egy teljesen új videó, amire már korábban volt szó, és így elejtettem, hogy lesz majd ilyen. Ez a Töltsetek el egy napot Zónnal, illetve hát most az Egy nap velem címet kapta. Ha valakit érdekel ilyesmi dolog, ez december 21-émet mutatja be, az utolsó munkanapot a tavalyi évről, amikor egyébként nem dolgoztam, és így el lehetett kísérni, ami van mindenféle dolog, a reggelizéstől a vásárláson át a fodrászon, és valahol a Pilisben ér véget egy tábortűz mellett, úgyhogy ez az, amit tudok nektek prezentálni, ha gondoljátok, nézzétek meg, nagyjából 25 perc, sok zene, vágókép van benne a városról, meg ilyesmik, meg elég sokat pofázok egy privát dolgokról, de nem gondolom, hogy ilyen lesz rendszeresen, de egyszer kipróbáltam. No de, nézzük, hogy mivel játszunk ma. Ami itt előttem van, az Herg Dániel kollégának az egyik hasznos Facebook csoportban megosztott elementálos mage-e. Ugye sok kontroll elemet is tartalmaz, például ugye a Spellbreaker-t, a Voodoo Doll-t, a Glutonous Ooze-t, a Mindbreaker-t, a Zilliex-et, a Mojo Master-t, a Lich King-et, meg a Frostlish Jaina-t, és ugye minden más, ezen kívül pedig gyakorlatilag elementál a deckben, vagy pedig húzás. Ugye nincsenek nagy spelljeink, tehát a Book of Spectre az elég jó, gyakorlatilag hát ha csak nem a másik Book of Spectre húzza ki, akkor fixen húzni fog nekünk két lapot, az tetszetős. Nem játszunk ugye Arcane Artificer-rel, amivel a klasszikus Control Mage játszik, úgyhogy ez igazából inkább egy midrange lista, control elemekkel, mint egy teljesen control lista. Viszont nagyon jó dolgok vannak benne arra, hogy megakasszuk az ellenfeleket. Például ugye Paladin ellen a Mojo Master kiváló, Warlock ellen szintén kiváló, ugye a fegyver leszedésünk elég jó Warrior ellen, Paladin ellen, Odd Rogue ellen, a Mindbreaker nagyon jó Paladin ellen, hogy ne tudja a végső kombóját megcsinálni, hogy húzzuk az időt, hogy legyen még időnk mondjuk nyerni, mert ugye másképpen ki tudja, hogy tudunk-e vagy nem tudunk-e. És így nagyjából ennyi az, ami most nagyjából eszembe jut, úgyhogy menjünk is belétrára vele. És rögtön a Mirror. Mert ugye... vagy Odd Mage van, ami olyan, vagy ilyen szikretesebb történet, vagy hát ő full control. Megtartom a Voodoo Doll-t, nem mert a Book of Spectres-ből akarok inkább húzni, viszont a Phoenix-et inkább megtartom coin-nal. Nagyon nehéz ez a kéz. Mindegy, majd a második körben húzunk a Spectre-rel, és akkor jó lesz. Na, nem kell egy dropot megtartani, hogyha kapunk. És nem Odd, Secret még lehet amúgy. Secret ellen az, hogy coinunk van, az... de a... konkrétan teljes mirror. Édes Istenem. Hello. Ugye a Mindbreaker itt nem fog sokat csinálni, majd Jaina ellen. Hát és ő nyilván behúzza. Ugye ez kettőt sebez csak vele, hát akkor ez egy ilyen. De egyébként nem hiszel a Blizzardot, tehát tényleg? Mindenki annyi elemental mage van, hogy csak egy elemental mage-el lehetett összesorsolni? Mi van, hogyha ezt lesilence-eljük? Ja, azt le kell szerintem. Nem jó a pozícionálása amúgy, hogyha van, de ugye még nem lehet nála. Jó, majd megoldjuk. Tehát ha feltételezzük ugyanazt a listát játssza, amit én, akkor nincs nála... az van. Az pont van nála. Igen. Ezt leüti szépen. Jó. Az írendben van nekem. Ha!
Így kicsit ürítjük így a kezünket, meg ilyesmi. Hát ice to meet you, főnök. A jég is szeretne veled találkozni. Na, wow, ez amúgy Ziliex-re nem lenne annyira borzalmas. Ezt megcsináljuk, ezt lecsapjuk, és ez megy arcba. Mi van, hogyha megcsinom a Blaze Collar-t, aztán zihizek egyet. Na hát az neki megvan. Jó. Na hát piroskával mi nem játszunk, ez egészen biztos. Jó, én a két kicsit beleütöm. Így MC-teket is körbe játszottuk, ki tudja, hogy azzal játszik-e vagy nem. Most kirakhatja a 6-6-ot, de meg a Lich King-et is, az a baj. Ha Lich King-et kirakja, akkor ez Ziliex. Ennek mi értelme van? És a Coin Ziliex az mehet? Azt szerintem mehet. Akkor pusholjunk egy kicsit szerintem. Nem akartam hagyni, hogy heal-e legyen úgy. Most az a baj, hogyha ez Blizzard, már ha van neki. Mivel sebeznek kettőt, de hogyha az Arkán, nem tudom. Tehát, hogy miért kellett abba belepingelni, ezt nem értem. Ezt miért kellett levinnie kettőre? Mert ha Arcanus Aura-ra játszik, az hármat sebez. Az jó. Az kimondottan jó amúgy. A 6-2-t úgy belecsapom, mint a szél. Vagy... Is this lethal? Na, nem lethal amúgy. És nem misszeltünk amúgy letált. Most egy meteor ezzel sok mindent meg tud neki oldani. És Mirrorban jobb volt ez a deck. Wow! A Mindbreaker és a Wojo Master meccset nyert. Mennyivel él többet, hogy egy Pyros volt a kezében? Igazából semmivel. Ja, egyébként azért tette le kettőre a Giantet, mert ugye a Phoenix-el le akarta szedni. Én úgy gondolom. Na ez a 401. Mage win-en volt. Tegnap sikerült úgy behúzni a 400-at Wide-ban egy Secret Mage-el. Most már csak 99 meccs van az arany Mage-i. Csodálatos. Sosem gondoltam volna, hogy ide is el fogunk jutni. Mage-el 99, Warlock-kal kevesebb mint 50, Priest-el meg még 120. Ez meg rengeteg játék. De micsoda körben van? Na jó, kettő nem az igazi, de hogy a helyet megpróbálunk valamit húzni. Az első lapját, de konkrétan a második lapját cserélte csak, ez valószínűleg quest amúgy. És nem odd, de legalább quest. Na és most kicsapja. Na, nem rakja ki. Még nem izgalmas. Lehet, hogy ő is csak sima,
Ez a mehatúnos, boomshippes történet? Miképpen lehet? De az meg játszik minden Whirlwindekkel, Warpass-szel, így akkor minden lehet nála. Phoenix-et így mondjuk kár volt eldobni. Kis burn. Ja. When Earth moves, empires fall. Amikor a Föld mozog, birodalmak dőlnek össze. Ej. Feláldozom a... Hát ez biztos. Szerintem a kicsit feláldozom, az most igazából nem érdekes. Ezt meghagyjuk ott közötte, a bubi többet ér nekem most. A Divine Shield-et ezt meg akartam hagyni mindenképpen. És akkor így most ugye az ötöttel tudok húzni. Ami nem biztos, hogy előnyös ugye Control Mirrorban, de... Na, mondjuk jó lenne, ha Divine Shield-es maradna. Ez. Nem volt sok értelme annak a kirakásának. Mondjuk már, hogyha van még egy brója, akkor megint van 33%-a arra, hogy csak egy 1-2 marad fent. De játszik gondolom Shield Slammer, Super Collider-ra, minden szarra, mi? A végtelen meccsek. Jó, hát... Ez valószínűleg az a meccs, amit nem tudunk megnyerni amúgy. Azért Super Collider-rel is rossz. Mert úgyis fennmarad legalább egy dolog. Dupla execute. Ah, csak egy. Aha. És ez? Na ezért volt igazából irreleváns, hogy mi maradt fönt és mi nem. Mármint, hogy az előbb, hogy a 2-1-2, mert az így is meghalt volna. Az mondjuk jó. Megéri-e kirakni Jaina-t? Amúgy meg, valószínűleg. Nincs nála másik execute, igen. Basszus. Hát, de így kell célozni. Elmehetek arcra amúgy. Jó lenne. Az a baj, hogy ebből rengeteg armort tudsz szedni, hogyha ezt leszedi. Mindegy, üssük le. Úgyis fel fog gyógyulni, tehát teljesen mindegy. És ugye úgy kapok egy extra lényt. Wow. Mit tudok lopni tőle, ami nagyon izgalmas? Tehát sima Deadman's Hand Warrior egyébként, tehát így az első feltételezésem az így dugába dőlt. Akkor ezt gondolom megüti. Ja, de nem. Hát de miért ütné meg? Ó, az kellemetlen amúgy.
Lopunk valamit? Gondolom lopunk. És ezt így, ugye? Ja. Mert így, hogyha ide üt, akkor ezt üti le, és, az, és akkor még mindig fennmarad egy kis hurka. Ezzel le tudunk menni arcra, öttel, meg öttel. És hogyha a 8-asba beleüt, akkor ugye 9-be lesz. És akkor az gyakorlatilag letál. Akkor ez egy brawl. Na, Lich King-nek túl kéne jönni. Nincs execute másik? Nem már! Nem már! Megalázta a Lich King-emet, de hogy így nem kis mértékben, hanem elég nagy van. Ezt eltolom arcra. De kiment mindkét brawlja. Nincs armorja, tehát nem játszik a Shield Slam. Lehet még egy execute-ja. Oké. Okay. De az rendben van nekem. Tehát kiment mindkét Warpass. Még egyet. Jó, ügyes vagy. Jénázok, vagy elmegyek ezzel arcra? Hát mondjuk... Jénázok. Ütök egyet arcra, és következő körben kimegy a Zihi. Abba tud rengeteg armort szedni. Az nem elég. Ó, az mennyire jó lett volna. Ez biztos, és ez is. Így egy gondom van, hogy a Blaze Collar-ra nem tudok arcra menni, de semmi más. Ez nem probléma. Shield Slam. Wow. Az neki vajon miért volt jó amúgy? Ki kellene játszani egy elementált, csak nincs nálam. De mondjuk ez van. De ez ér annyit. Ér annyit, hogy következő körben letálom legyen mi. Ja, valószínűleg ér annyit. Egy 3-2-t cseréltem egy 3-3-ra. Akkor megütöm, arcra megyek, nem? Van bárhogy letálom? Ezt a kirakom, az semmit nem csinál. Ezzel ugye 5-öt tudok sebezni. Ha nem lenne ott, akkor nyilván ez letál lenne. Elmegyünk arcra a fenébe.
Wow. Kettőből kettő, és mindkettő kontroll volt. Szaladjunk szerintem gyorsan még egyet. Hát ha most... várj egy kicsit. Szóval hát ha most így véletlenül nem kontroll decket kapunk, hanem valami agresszívabb dolgot. Nem gondoltam amúgy az elején, hogy a Deadman's Hand Warrior-t el tudom verni. Mert hogy oké, ott volt a bekeverése, viszont utána nem volt laphúzás, amivel a bekever dolgokat visszahúzza. Csak körönként egy lappal meg... annál jobb voltam. Na! Egy majdnem elfelejtett kaszt! Tudjátok mit? Én az itt megtartom. A druid ellen azért lehet, hogy nem fog ártani. Az úz is így ezért kimondottan jó. Nagy meglepetés akkor lenne, hogyha ez valami tokenes dolog lenne, mert az ellen semmi nincs így jelenleg kézben. Mondjuk a Spectres az nem rossz. Ez a fixen tudok húzni kettőt kötője hármat. És valami lassú. Van nagyon lassú, de jade-es hátlappal. Húzok kettőt? Vagy hármat? Vagy valamit? Hát mondjuk húzhatok. Hát így húzogathatok. Jó. És nincs tele a kezem, úgyhogy nem kell a coin-t kidobni. Kirakom így legalább csak egyet húz. Ki kell rakni a Phoenix-et is, amúgy... Következő körben és utána... Ó! Szép. Nyilván nem csap rá. Phoenix-el nem mennék arc felé amúgy. Mert nem sietünk amúgy, de az armorját ezért csak leszednem. Zavar az a sok armor. Nem, régen nem látott lapokkal játszik az ellenfelünk. Egy pinget megér, gondolom. Vagy hát a... nem tudom. Akarok-e még húzni igazából ez a nagy kérdés? De most kimehet a Tarp Creeper és a ping, és akkor így kivárunk. Nagyon húzogat a barátom, nagyon húzogat. Az a hackeros csonátos druid? Valószínű az. Nem tudom megszivatni sajnos. Ugye a togvaglét úgy tudom megszivatni, hogyha a fegyvert leszedem. De a hackerost, hát azt is kb. De mondjuk, hogyha a florist kijön, akkor meg sehogy. Mert florist-tel úgyis ott van a világ összes manája. Jó, hát a zihi. A zihi az még mondjuk elég jó lehet. Ja. Jó. Jó, a zihit nyilván kivárjuk. Tehát ez a két lap konkrétan megnyerheti nekem a meccset. Mi van, hogyha ez most coin és blaze collar arcra, hogy leolvasszuk az armorját? Lehet, hogy egyébként ezt meg kell csinálni. Az valószínűleg, hogy naturalize lesz, úgyhogy ezért is jó volt, hogy a coin-t kijátszottam. De így is égetni fogok egy lapot.
hogyha az naturalize. Az meg szép, mert ugye nincs rá szüksége. Jane-át tudok égetni, ami nagyon fáj. Kb. Semmi más nem érdekel. És az egy naturalize lesz valószínűleg. Ha szerencsém van. Mi van, hogyha lesz ellenszellem és ott hagyom? Nincs szükségem a húzásra, úgyhogy nem játszok ki elementált. Akkor kell kijátszanom ugye a Mojo Mastert, hogyha vagy kimegy a Florist, vagy eljut a deckje végéig. Minőségi swipe? Játszik egyáltalán vele? Szép a sorrend. Nem tudom túlhúzatni, az a baj. Viszont ezzel így egyet kevesebbet húz, és az nekem jó. Én meg nem akarok húzni, viszont akarok hand size-t csökkenteni, úgyhogy ezt kirakom. És direkt így, mondom, nem akartam húzni belőle. Mert szerintem minden, amire szükségem van Jane-án kívül, az nálam van. A Jane-áját meg nem rohanunk annyira. Jó, az Ziliex-et megöli, meg a 3-1-et is, csodálatos. És akkor meg lecsapja... Aha. Azt lenne jó tudni most innét, hogy ez most... hackározik. De szerintem nem amúgy. Ja. Azt leszedjük, gondolom. Vagy... Azt így is le fogja szedni, maximum leüti, nem? Thanks to you.
Az rendben van. Na hát, és akkor a következő körre örül magának. És akkor innét az Anti-Magic Shell azt szerintem elég baráti lesz. A Stone Shaper az mondjuk elég prémium, de szerintem... Mi van, ha megcsinálom ezt? Meg ezt? Meg ezt. Amúgy feladhatná. És ez tényleg well played. Már azt hittem, hogy a Lich King kirakásával így elbuktam a meccset. De konkrétan a Lich King hozta le az Anti-Magic Shell-emeket, hát nyilván a Mojo Master. Basszus, mindig meg tud lepni a Control Mage, hogy van benne craft. És ez tetszett. Úgyhogy... ja, ez kimondottan jó volt. Úgyhogy Herg Dániel kollégának kell megköszönni ezt a decket az egyik Hearthstone-os Facebook csoportból, be fogom majd nyilván linkelni a forrást hozzá, és az eredeti lista pedig Kibleré, és a két fontos módosítás az pedig meccset nyert, láttátok az első meccsen a piros az ellenfélnek semmit nem csinált, az a rugája meg ki sem jött, ehelyett pedig a Mindbreaker is jó, és hát a Mojo Master Zihi pedig. Hát konkrétan, és egyébként is, és különben is, úgyhogy ja, ez a deck, ez eléggé király volt. Örülök, hogy itt voltatok, és találkozunk holnap. Sziasztok!